Hello, sziasztok! Itt vagyunk Csepel Szent Imre téren. Egy nagyon kellemes kis parkocskában, hűvös, csípős idő van most már. Valamikor így délelőtt van, méghozzá délelőtt fél tízan, úgyhogy valószínűleg ez részben az oka, hogy még azért a napocska nem tud olyan erővel sütni. Csepel idáig egyébként mindenféle ok nélkül volt effektíve mellőzve. Nem szándékos ez a mellőzés, egyébként higgyétek el, de egész egyszerűen kiesik a szórásból valamelyest, és nem is igazán szoktatok csepeli viszonylatokat kérni, úgyhogy hát ez egy ilyen több tényezős dolog, hogy igazából miért marad ki Csepel igazából úgy a szórásból, ha lehet így fogalmazni. De ezen most egy picit változtatok, hiszen ugyan nem kértétek, ha jól emlékszem, a 71-es busz következik, ami Csepel Szent Imre tér, tehát ami tulajdonképpen ahol tartózkodunk, itt az egész a Csepel Szent Imre tér, majd egy kicsit körbe járkáljuk, mert azért van mit mutatni. Csepel Szent Imre tér és Csepel horgásztanyán között közlekedik, egy a nagyjából 20 perces viszonylag, de rögtön mondok róla információkat, de van egy olyan érzésem egyébként, hogy az internet megint nem teljesen pontos, mert ugyan nem írja, de szerintem ez körjáratként közlekedik, mert az útvonal diagramja az olyan, hogy odafelé is más megállókba áll meg visszafelé is más megállókba áll meg, tehát nyilván, hogy ez bizony körjárat. Én azt gyanítom, hogyha az, akkor visszajövünk ide, ha nem annyira, tehát ha egyáltalán nem körjárat, akkor meg majd leszállunk Csepel horgásztanyáknál. Státuszában egyébként aktív a viszonylat, korábban S jelzésre működött ez a járat, de ez még valamikor 1969 előtt lehetett, hiszen így ebben a formában az első üzemnapja 1969. december 1-e, tehát nem ma kezdte a pályafutását a 71-es autóbusz. Alapjáratként közlekedik, az Arriva ad ki hozzá autóbuszokat, a Szállító utcai telephelyről jönnek ki a buszok, járműveket tekintve MAN A21 Lion City közlekedik ezen a viszonylaton. Sok van már, rengeteg MAN típusú busz van, úgyhogy gyakorlatilag a szóló buszoknak egy jó nagy része MAN, úgyhogy ezen már meg se döbbenek, viszont ami érdekes, hogy itt a kép, amit itt mutatnak is róla a neten, az egy CNG-s Vanhull szóló típus, szóval hát nem tudom, vannak néha ilyen, tehát szóval ebből is látjátok, hogy az internet az nem mindig ad pontos információkat. Tehát induló állomásunk Csepel Szent Imre tér lesz, érkező állomásunk elvileg Csepel horgásztanya. A vonal hossza 7,7 km, visszafele viszont 8,6 km, tehát ebből is azért már lehet következtetni, hogy azért ez bizony valószínűleg egy körjárat. Megállóhelyeket tekintve 20 darab megállóhellyel nézzünk szembe, 19 perces menetidő, visszafele pedig 22 perces menetidő, tehát már ez is egy ok, ez is lehet, hogy tehát ebből is lehet már következtetni arra, hogy ez egy körjárat. Vagyok annyira rutinos már, hogy azért ezt meg tudom mondani. Például, hogyha most ugye innen indulunk a Szent Imre térről, akkor nem érintjük a Kossuth Lajos utcát, sem például, visszafele viszont érintjük a Kossuth Lajos utcát, tehát visszafele van egy ilyen kör, így szó szerint, amit ténylegesen ábrázolnak, mint kör, viszont hát odafele nem igazán. Hát majd meglátjuk, hogy mi a helyzet. 2015-től, igen, még egy picike kis információ, 2015-től a május 1 és augusztus 31 közötti hétvégeken sűrűbben közlekedik a megszűnő 171-es buszt pótolva. Jelenleg 20 percenként közlekedik egyébként a viszonylat, tehát ezt már korábban megnéztem, és ezt azért tudom ennyire nagy arccal mondani. Arról viszont nincs információm, hogy elsőhajtós járatról van-e szó vagy nem, viszont ez biztos, hogy 20 percenként közlekedik, és az is biztos, hogy szóló buszokkal oldja meg ezt. Egyébként a Csepel Szent Imre tér nevű megálló az igazából ugye mögöttem található buszpályaudvarból áll, és az előttem található HÉV megállóból is áll, és itt van egy elég szépen rendben rakott kis parkocska, nem is olyan kicsi, úgyhogy picit most körben nézelődjük, és akkor utána egy 71-es buszra felszállunk, elmegyünk Csepel horgásztanyáig, ha ténylegesen van ott egy végállomás, és ott is körbe fogunk nézelődni akkor, és aztán majd jövünk vissza, és akkor hát mivel most a korán sötétedik, délután már nem igazán tudok forgatni, tekintve, hogy apai teendőim is vannak. No, hát akkor nézelődjünk egy picit körbe, gyertek velem! Itt ültem az előbb, egyébként, szóval bocs, de tényleg hideg van. Hát igen, leültem oda hideg padra, hát sok eszem van. Egyébként itt vannak ilyen kis asztalkák, és mint látjátok, ez tulajdonképpen egy sakktábla, nagyon jó pofa. És hát nem is tudom, honnan kezdjük. Ott látható a túloldalon a Szent Imre téri buszpályaudvar, de majd oda is el fogunk sétálni, most azonban először elmegyünk az ellenkező irányba. Ami viszont érdekes, hogy egy rakás ilyen 100E busznak használt arrivás csuklós busz áll benn, valamiért, ilyen reptéri járat. No, hát nézzük, akkor induljunk el. Az az igazság, hogy csak így megmutogatni tudom, meg amit így közvetlenül tapasztalok, azt tudom nektek megmutatni, hogy mi micsoda, de sajnos az igazság, hogy Cseperről busokat nem tudok nektek mondani, annak ellenére, hogy gyakorlatilag párhuzamosan van teljesen Soroksárral, tehát a lakhelyemmel. Tehát tényleg most, hogyha a légvonalat nézzük, akkor gyakorlatilag ez a hely, tehát ez a Csepel Szent Imre tér gyakorlatilag párhuzamosan van, tehát légvonalban ugyanott van, mint ahol lakok gyakorlatilag, de hát szóval nekem Csepel teljesen kiesik egyébként ennek ellenére. Nem azt mondom, hogy soha semmilyen körülmények között nem szoktam ide átjönni, de szóval nincsen semmilyen intéznivalóm itt Csepelem. Na nézzük először ezt a kis templomot így körbe. Tudom, hogy vannak, akik szeretik az ilyen műemlék féle épületeket is. Egyébként itt ebben a kis parkban nagyon sok érdekességet látok, tehát nagyon szépen rendben van téve. Itt az egész tényleg nagyon kis böpec tér. Annak ellenére bizony látszik, hogy most már azért kemény hidegek vannak este, mert igencsak hullanak a falevelek. No, hát ez a kis templom, ez így néz ki nagyjából így előről, vagy hát igen, előről. Ha valakit esetleg ez érdekel. Az óra jár, hát nézzünk róla információt, jó? Hogy mégis mit kell tudni erről a kis templomocskáról, milyen jó pofa kis világos rózsaszín színben pompázik. Hát ez nem tudom, mi ez a rövidítés. Plébánia templomot Kisboldog asszony tiszteletére emelték, 1857-től 61 között épült, ahhoz képest egész gyorsan felépítették. Romantikus stílusban újjáépült 1945-ben barokk márvány palotára, egykor az Ófalu elpusztult templomában állt. Az Ófalu elpusztult templomában állt. Hát egy picike kis információt azért kaptunk erről az épületről. Hát meg kell mondjam, hogy tényleg ez itt nagyon szépen rendben van téve az egész. Ott látjátok egyébként a csepeli hévet, tehát a 7-es hévet, és ott láttok egy kuriózumot is, azt a világos, zöld és ilyen krémszínű hévet. Hát az egy MXA típusú hév, én úgy tudom, hogy az egyetlen magyar gyártmányú hév, kocsi. De egyébként itt Csepelen, egyébként ez menetrend szerint közlekedik, tehát ez nem nosztalgia járat, hanem ez menetrend szerint közlekedő kocsi. Én úgy tudom, hogy 3 van belőle, de gyerekek, nem akarok hülyeséget mondani. Nézzünk akkor kicsit így erre, és hát ezt is, na, láttunk ilyet is. Én egyébként utaztam már ezzel, és ez valamikor járt egyébként az 5-ös HÉV vonalán is. Hát kényelem szempontjából megkockáztatom, hogy valamelyes kényelmesebb mint az a hagyományos sötétzöld színű HÉV kocsi, HÉV vonat. Tényleg nagyon hideg van. Hú. Na nézzük tovább egy kicsit. Gyakorlatilag azt tudom elmondani, hogy a tér teljesen szimmetrikusan van megcsinálva, tehát a templomnak mindkét oldala szinte majdnem teljesen egyforma. Itt látható egy ilyen játszótér, hát kicsi gyerekeknek is, illetve hát ilyen nagyobb bacskáknak is alkalmatos. Tényleg nagyon szépen meg van csinálva, le a kalappal, tényleg nagyon faja, nagyon szép, nagyon igényes. Meg hát full biztonságosan van megcsinálva, az látszik. Tényleg itt még úgy rendben van ez az egész játszótér, tehát nem ilyen szétvágott, elhanyagolt. Hú, azért van olyan is, higgyétek el. És amit itt mutatni szeretnék, ami nekem nagyon tetszik, és már az előbb ezt kiszúrtam, van itt valami kis emlékhely, és de hogy nem menjünk nagyon előre, azért megmutatom ezt a szobrot, kíváncsi vagyok, hogy kitábrázol, illetve kinek állít emléket ez a szobor, vagy kiknek állít emléket. Csepel község elesett hőseinek emlékére emelte 1929. március 15-én a község közönsége ezt az emlékművet. És itt nyilván vannak megemlékezések is, hiszen ott látok egy ilyen fáklyának helyet. Magyar feltámadás szobra, Homonnay Jenő szobrászművész alkotása, készült 1929-ben Csepel község lakosainak és iparosainak, na ez ami ma már gyakorlatilag nincsen, adakozásából felújítva 2004-ben csepeli lakosok, iparosok és a Budapest Csepel önkormányzata támogatásával. Na hát iparosok, igen, hát az az, ami már ma már gyakorlatilag nincsen. És nézzétek csak, ott a távolba csatolt MXA HÉV. De ezt mondom, még a végén igazam lesz, hogy 3x3 kocsi van belőle, de ha nem, akkor majd úgyis a komment szekcióban le fogjátok írni, hogy nem ennyi, meg nem annyi. De a lényeg az, hogy menetrend szerint közlekedik. Kicsit távolabbról ez a kis templom, így most látszik az egész. Ott ültem az előbb. Megnézzük, hogy mi az a műemlék itt. Kinek állít emléket. És itt van egy jópofa ilyen kis hídféleség. Mindjárt elolvasom, hogy mit kell róla tudni. Hú, ezt ki tudnám mondani. Nepomuki Szent János emlékére, aki 1393. május 16-án vértanú halált halt, ó, Isten. A gyónási titok megőrzése miatt a prágai Károly hídról a folyóba vetették, te jóságos Isten. 1838 évi árvíz óta Csepel védőszentje. Tehát nyilván ő lesz az egyébként. És itt van egy ilyen kis hidacska, ami nyilván azt a prágai Károly hidat szimbolizálja ez a kis hidacska. Hát azért nagyon el tudtak durulni annak idején. Összességében szépnek mondanám, csak mindig ezek a hozzáfűződő események azok, amik engem valahogy így elriasztanak. Tehát így szó szerint így megdöbbenek azon, hogy ember az emberre mire képes. Ez a borzasztó. És akkor itt látható, jól elzárva egyébként ez az emlékmű. akit az előbb mondtam, de itt is van róla információ, műemlék. Nepomuki Szent János 1721-ben készült szobra a középkori Pest városfalnál a kecskeméti kapu előtt át, a 18. század végén került a csepeli Duna partra. 1973-ban jelenlegi helyére a szobrot felújította és a kőhidat emeltette Budapest főváros önkormányzata és Budapest 21. kerület Csepel önkormányzata 2013-tól 2014-ig. Tehát ugye 21. kerületről beszélünk, ha Csepelről van szó. És hogy látom, ez éjszaka meg van világítva. Biztos szép. Amúgy csak hát a hozzáfűződő történet az, ami nagyon-nagyon lesújtó és szomorú. Mint minden, ami az emberiséggel összefügg. Az az úriember, aki az a mellszobor Szent Imrét ábrázolja. Hát gondolom rá lehet menni a fűre. Őróla van elnevezve ez a tér. Szent Imre. Na, így, hogy benne legyen a neve is. És hát vannak olyan lelkes emberek, akik ide hoznak mécseseket is időnként. És itt is van egy emlékmű. Van egy nagyon jópofa kis patakocska. Vagy hát ilyen kis patakot ábrázoló kis szökőkút. A víz vegyszerrel kezelt. Na, hát nem mintha meg akarnám inni. Nagyon szépen meg van ez is csinálva, tényleg abszolút full igényes. Megnézzük, hogy ez az emlékmű kinek állít emléket, mert hát tényleg itt emlékműből elég rendesen van. Az Ereklyés Országzászlót újraállítatta Csepel újjáépítésének 300. évfordulója alkalmából Csepel önkormányzata 2012. július 18-án Ereklyés Országzászlót újraállítatta Csepel újjáépítésének emlékére. És akkor mindjárt megtudjuk, hogy ez az emlékmű. Mondom, hogy nagyon sok van belőle. 1996-ban készült ez az emlékmű. Mindjárt megnézzük, hogy ez mit is ábrázol. A honalapítás, millecentenáriumának emlékére. Ez egy országalma. Jaj, tartom az országalmát, tessék. Na. Bocsánat, ez csak egy ilyen. És akkor... Szóval gyakorlatilag itt láthatjátok, hogy építési munkálatok zajlanak éppen. De nagyon szép és nagyon jól néz ki tényleg ez az egész. És hát ott szemközt láthatjátok a HÉV megállót. Szent Imre téri HÉV megállót. Hát most odáig azért nem kutyagolok el, hiszen azért csak utazni szeretnénk a 71-es busszal. Még azt is fel kell fedezzem, hogy ez honnan indul, meg merre, meg hogyan. És megint egy MXA. Gyerekek! Hát őrület! De szerintem ez az, ami az előbb jött. Fú, ennyi ide jött szövegelek, te jó ég. Jó, mondjuk a csepeli HÉV az alapvetően sűrűen közlekedik. Tehát még csúcsidőn kívül is. De az az igazság, hogy úgy vagyok vele, hogy ha már egyszer csinálok valamit, tehát egy projektet, akkor azt nem szeretném félbe hagyni gyakorlatilag, és összecsapni az egészet, és csak annyi, hogy na jó, van, utazunk, és akkor puff, megérkezünk egyik végállomásra, másikra, aztán semmi egyéb. Hát nyilván, hogy azért ebben egyetértünk, hogy akkor már némi információt vártok arról, hogy mégis hol vagyunk. No, hát akkor elcsíptük. De egyébként az utána levő kocsi is MXA, csak az már picit felújított. Tehát ez már egy felújított kocsi. Magyar gyártmány egyébként. Azon ritka HÉV kocsik egyike, ami magyar gyártmány. És itt is van egy ilyen kis közösségi plac, ahova csak úgy le lehet szépen ücsörögni. Itt semmi különös nincsen, ez nem egy emlékmű. Itt van egy kis szökőkút, ami most még ugye működik, mert azért fagyni nem fagy, hál' Istennek. Ez kicsit ilyen szögletesebb. Látjátok, ott is van egy ilyen kis padsor, amire ide fogod és leülsz, és mit tudom én, itt elhéderelgetsz, mit tudom én, megkajász, vagy pihensz, vagy valami. No. Hát akkor szerintem közelítsük meg a buszpályaudvart, jó? No, és akkor közben átbotorkáltunk a túloldalra, és így gyakorlatilag az út túloldalán egyből egy ilyen szolgáltató házba botlunk bele, ami viszont hát szépnek nem mondanám, és itt van egy ilyen buszparkoló, ami szintén nem szép. Tehát igazából azért mondom, hogy mindennek két oldala van. És megnézzük, milyen buszok indulnak innen. Egyébként nagyon sok buszjárat indul, mint látjátok, tálnak sárga volános buszok is, és kék volános buszok is járnak itt. Hiszen azért Csepelre is járnak be agglomerációból buszok, elég szép számmal. Látjátok, itt vannak a sárga buszok, itt állnak, és itt van egy köztes megálló, Kis János Altábornagy utca, 12. kerületben is van egy ilyen megálló, és akkor itt közlekedik többek között a 38-as, 38A, 238-as, 138-as, 71-es, igen ő, 152-es, 159-es, de nem minden fogunk menni, mert akkor csak egy megálló lenne a dolog. Úgyhogy elsőhajtós felszállási rend van érvényben, legalább ezt is tudjuk. És akkor hát megközelítjük a dolgot. Konkrétan a kiinduló állomást. De legalább megtudtuk, hogy elsőhajtós felszállási rend van. Hát természetesen a lángosnak az illata az megcsapta az orromat az elég rendesen. Nem mondom, hogy meg is ennék egyet, csak hát nekem azt nem lehet. Sajna. Meg úgy nem tudom, én vagy az utóbbi időben nem tudom megenni a nehezebb, falsúlyosabb kajákat. Sokat ugye itt ezen az zebrán, tehát ott látható ugye a Szent Imre tér. Azt járogattuk be, az elég rendesen. És ott szálltam le a 151-es buszról. Ott van a megállója, az egyik megállója, a Szent Imre téri megálló konkrétan. Hát azért már két busszal utaztam ma, hogy itt fel tudjak szállni majd. De hát még ugye ki kell vadásznom azt, hogy honnan is indul a 71-es. Meg hát még oda is kell érni a végállomására, még meg is kell nézni azt. Szóval azért ez el fog menni a délelőtt elég rendesen. Hát koszorú árus az is van, nekem erről van egy véleményem, amit inkább hagyjunk. Hát ez egy hatalmas nagy buszplac, egy buszpályaudvar. Mint látjátok, az elég rendesen, szép számmal indulnak innen a buszok. Nyilvános WC-t azt megmondom őszintén sehol nem láttam idáig, és hát nyilván nincs is. Úgyhogy... És most már tényleg kimondottan undorító az, hogy ez a vén pöcs röhög rám. Gyakorlatilag az egész város tele van ezzel. Most már tényleg rettentően borzasztóan unalmas. No, hát látszik, hogy csúcsidőn kívül vagyunk, hiszen nincsen azért olyan túl sok busz, és látjátok, ott vannak a reptéri buszok, a 100E tehát azok a buszok, amik a 100 viszonylatán szoktak közlekedni. Na, hát akkor keresünk egy 71-est és indulás Csepel, horgásztanyák. A következő megálló Károly Gáspár utca. Következő megálló Deák tér. következő megálló Völgyei Artúr tér. Völgyei Artúr tér. Következő megálló Bajcsa-Zsilinszky út. Bajcsa-Zsilinszky. A következő megálló Rókatúrikus templom. Következő megálló Katona József utca. Katona József utca. A következő megálló Komáromi utca. közel álló József Attila utca. Következő megálló Szebeni utca. Következő megálló Kikötő utca. A következő megálló Vésmárki utca. Következő megálló Határ utca. Határ utca. Következő megálló Hollandicsárna. A Kalandicsányra. Következő megálló Strandfürdő. Strandfürdő. A következő megálló Csepel csónakház. Következő megálló Ladi utca. Ladi utca. A következő megálló Csepel, Soroksári rév. Csepel, Soroksári rév. Következő megálló Szent István út. Csepel horgásztanya végállomás. Csepel horgásztanya megállóba, és ez nem egy körjárat, ezt kicsit most befigyeltem, nem itt konkrétan vége van a járatnak. Látjátok, itt van a buszforduló, a busz, amivel jöttünk, már meg is fordult. Fotókat azt most nem tudtam készíteni ellenben, hát szerintem a kiinduló pontunkat, tehát Csepel Szent Imre téret azt nagyon jól bemutattam, és azért nagyon azt gondoljátok, hogy itt például nincs mit nézni. Ugye egyrészt itt van a busznak a fordulója, ott van túloldalt a leszállóhely, ott van a leszállóhely, és itt van az induló pontja a 71-es busznak. Azt el lehet mondani, hogy délelőtt, vagy legalábbis hát most van körülbelül, mindjárt megmondom egészen pontosan, 10 óra 36 perc, hát gyakorlatilag egy kezemen tudom számolni, hogy hányan ültünk a buszon. Egyébként hát így néz ki, itt van egy ilyen csárda, ilyen halászcsárda, és itt van a Dunának egy ilyen icipici kis holtága, ahol tényleg rengeteg kis csónak áll, tehát nyilván, hogy nem véletlen az a név, hogy horgásztanyák, hiszen itt nyilván, hogy akik szeretnek pecázni, horgászni, vagy akármilyen mondják ezt hivatalosan, azoknak ez egy paradicsom szerűség. Tényleg, hogy nagyon kellemes helynek mondanám én így elsőre. És hát látszik, hogy a táj az már őszben van borulva, de hát ez szerintem nem olyan zavaró dolog. És ami a jó, hogy két megállónyira vagyok a Soroksári révtől, tehát elvileg visszafele hamarabb hazaérek, mint ahogy jöttem ide. Na most, hát erre is jó volt ez a viszonylat, hogy azért ezt is meg tudtuk nézni. De egyébként nehogy azt gondoljátok, hogy itt ezzel kvázi az érdekességeknek vége. Szóval mondom, a járat nem egy idegbeteg járat, tehát itt gyakorlatilag csak és kizárólag nyugdíjasok utaztak rajtam kívül. Tehát én valami kakuktojás voltam ezen a járaton. Kacsák. Háp-háp. Háp-háp. Hát az ott egy el nem készült ilyen ház. Gyakorlatilag a 90-es évek stílusát mutatja. Egyébként azóta túloldal már nem Budapest, hanem a Sziget-Szent Miklós. Ezt érdekességképpen mondom nektek. Mindjárt meg is mutatom, igazam van. Az ott túloldalt, az ott Soroksár. Gyakorlatilag a délebbi része Soroksárnak. És hát ez itt a Duna. Ha ez amúgy nem lenne egyértelmű. Hát hideg szél fúj. A kacsák meg a hattyúk azok el vannak. Van toll a bőrükön. Nem a képükön, hanem a bőrükön. Itt van egy kutyajátszótér, egy ilyen kutyafuttató. Itt van egy ilyen kis sétány, ami végig a Dunaparton halad igazából. Úgyhogy, hát igazából így erről a részről van túl sokat nem tudok így mondani nektek, hiszen az, amit mondani tudok, azt látjátok, hogy ez itt egy ilyen tulajdonképpen külterülete már Csepelnek is. Úgyhogy hát ide tényleg csak azok járnak igazából, akik konkrétan pecázni szeretnének. Tűzgyújtás tilos. Hát mikor ez nem is csodálom, azért szárazabb időben ez a növény ez bizony lángra tud kapni. Elég rendesen. Hát most inkább olyan nyírkos idő van, úgyhogy nem mondanám, hogy ez most jelen pillanatban probléma. És mint ahogy az előbb is láthattátok, itt van a 71-esnek a buszfordulója. Csepel Soroksári révnél lehet átszállni a 148-as autóbuszra, vagy hát a révre, a D14-es jelzésű révre, illetve a Határ utca nevű megállóban lehet átszállni a 151-es jelzésű autóbuszra. Ez még úgy érdekesképpen, és hogy mennyire igazam van, hát kérem szépen, ugye mivel Csepel azért még alapvetően Budapest, 21. kerület, itt azonban vége. Tessék, Budapest, finito. Welcome, Sziget-Szent Miklós. Városban köztéri kamerák működnek, polgárőrség, meg egyebek. És hú, itt van egy ilyen étterem, és itt egy kis jó kis kajaszag van, kajaillat van, és ez egy ilyen magánterület nyilván, ez egy ilyen szántóföld, ott van egy ilyen tanya, hát ez egy tanyavilág, síkság gyakorlatilag, amíg a szem ellát. Egyébként, hogyha abba az irányba nézünk, arra felé van a budai oldal, igazából Buda tétény az úgy pont így szemben van, tehát azért vannak itt hegyek. Tehát, hogyha ennél lejjebb megyünk, akkor hamarosan az M0-ásba botvanánk bele. Szóval ez az utca itt már Sziget-Szent Miklós, Üdülősor nevű utca. Szóval látjátok, hát gyakorlatilag kijöttünk Budapestről, tehát teljesen lejöttünk igazából Dél-Csepelre, tehát hogy helyileg azért be tudjátok lőni, hogy hol vagyunk. Hát érdekes azért így megérinteni ezt a táblát, hogy Budapest vége. Úgyhogy hát így körülbelül ennyit tudok nektek mutatni igazából erről a környékről. Hát hogyha egy megállóra letelepjük a HÉV, akkor biztos, hogy gyalog mennénk, mert az két megálló azért már picit húzósabb. Még ott a sétányon megyünk akkor is. Szóval megnézzük, hogy mikor jön a következő 71-es, hogy két megállót tudjak vele menni a révig, és hát én bízom benne, hogy azért aránylag nézhető volt ez a produkció, de először megnézzük a menetrendjét is, mivel hogy külön fotókat nem készítettem, úgy voltam el, hogy hát most figyeljetek, úgyis megmutogatom videóban, most minek csinálni puzza fényképeket, és tényleg teljesen felesleges. Amúgy tényleg elsőhajtós felszállási rend van, de a sofőrt amúgy teljesen hidegen hagyta azt, hogy van béleted vagy nincs. Simán felszállhattál, nem volt a sofőr a buszon, csak mikor felszállt, akkor mutatta, hogy mindenki elkor, és akkor hát így mutattam, hogy van, jó, rendben, tök jó fej sofőr voltam, úgy idefele legalábbis, és itt vagyunk. Csepel, nem, bocsánat, itt vagyunk, pont, hogy itt vagyunk, Csepel horgásztanyánál, és nézem az időt, 10 óra 46 perc van, tehát 10 óra 57-kor jön a következő, hát ez nem mostanában lesz. Na mindegy, láthatjátok 71-es busz, ugye, és hát gyakorlatilag itt ezt a megállót, tehát a Kis János Altábornagy utcát csak visszairányban érinti az autóbusz, mint hogy a Kossuth Lajos utcát is csak abba az irányba érinti. Tehát ahogy jöttünk idefele, így ez a két utca nem. Amúgy gyakorlatilag itt, ezt a középső részen gyakorlatilag egyáltalán nem volt se le, se felszálló, hanem Csak hát olyan szépen komótosan jöttünk, de hát ezt majd úgy is látjátok az utazós részbe. Úgyhogy egy kis kameraváltás, és akkor nagyjából így ennyi. Jó, akkor én is azért szerepeljek már valamit a filmben, ugye, mert az intrót elszámítva, ami direktbe az intro volt, gyakorlatilag hát engem most télen nélkülöztetek teljes mértékben, bár hát ugye a hangomat ezt azért hallottátok. Tehát, mint ahogy mondottam, volt ugye ez a rész itt alapvetően tényleg egy ilyen, hát mondhatnám azt is, ilyen nagy szavakkal, hogy turista övezet, bár az mondjuk, szóval nem tudom, hogy ki az a turista, aki mondjuk idáig eljön, ez egy kevésbé ismert környék itt, szóval ide tényleg csak azok jönnek, akik ezt ismerik és tudják, hogy itt van egy ilyen hely, ahol el lehet jönni akár pecázni, akár csak ott a Duna parton, hát azért, mit tudom én, romantikázni, értitek, hát szóval arra nyáron kitűnő az a hely, tehát ez tényleg. Összességében tényleg egy alapvetően nyugis környéknek mondanám ezt, itt nincs nagy forgalmi, látjátok, itt kiállok az út közepére, akkor sem érdekel senkit, itt gyakorlatilag csak célforgalom közlekedik. Hát egy picit mondjuk tényleg azt lehet érezni, hogy jövünk le a busszal, hogy alapvetően ez egy ilyen kertvárosi rész már itt, és gyakorlatilag itt a fűsenő már ilyenkor, tehát látjátok, hogy rajtam kívül itt hát vannak autók ugyan, de hát gyakorlatilag látok valakit körülöttem, senkit. Tehát buszmegállóban sem áll senki, tehát nyilván visszafelé is rohadt sokan lesznek, de csak 2 megállót megyek a révig, mert onnan nekem gyakorlatilag csak egy pár száz méter a lakás, úgyhogy mármint a túloldaltól, tehát a soroksári oldaltól. Úgyhogy hát igazából ennyit tudtam nektek prezentálni a 71-es busszal kapcsolatban. Bízom benne, hogy azért tudtam nektek szépet is mutatni, meg jót is mutatni, meg érdekeset is mutatni. Ha esetleg valami információt ne találtam, pontatlanul mondtam, sorry, de mint tudjátok, az internetből táplálkozom, külsős információkra hagyatkozom, úgyhogy szóval azt sem tudtam, hogy egyébként most konkrétan hova jövünk, egyébként hogy fog ez kinézni, de láthatjátok, hogy itt ez egy oda-vissza járat, tehát nem körforgalomként működik. Úgyhogy tényleg ez egy, legalábbis így délelőtt ez a járat totál nyugis, úgyhogy ajánlom mindenkinek, aki kicsit szeretne nyugisan utazni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, a skacok. Hát igazából így a Sziget-Szent Miklósi oldal és a Duna látképével, tehát amit látok itt mögöttem, mégis tökre lehet látni, a Duna látképével búcsúzom. Akkor ez volt a 71-es autóbusz, Csepel Szent Imre tér és Csepel horgásztanyák megállóhely között. Köszönöm szépen a figyelmet, vigyázzatok egymásra és magatokra, találkozunk legközelebb. Sziasztok, hello!